请您将与我们一起在会议厅的后半部分进行简单的午餐。És most tisztelettel felkérném protokollus Bomberg Nes családügyekért felelős államtitkár asszony köszöntő beszédének megtartását. Mindenkit kívánok, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli napon, amelyen a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége és a Magyarországi Kínai Nők Egyesülete fogja együtt aláírni az együttműködési megállapodást. Hogyha végigtekintünk a világ térképen és szemügyre veszünk a kontinenseket, leginkább különbségeket látunk. Mindez megmutatkozik az ország földrajzi elhelyezkedésében, a beszélt nyelvek sokféleségében vagy éppen a területek méretében. Ezeknek a különbségeknek és a hozzájuk kapcsolódó történelmi hagyományoknak a következménye, hogy másként tekintünk az előttünk álló problémákra, másképp igyekszünk megtalálni a megoldást az előttünk álló nehézségekre. Mégis ennek az eltérő világlátásnak van egy hatalmas előnye, amely képes barátokká, szövetségessé kovácsolni bennünket. Mégpedig az, hogy bőven akad olyan ismeret és tapasztalat, amit érdemes megtanulnunk egymástól. Tisztelt jelenlévők! Magyarország és Kína egyaránt hiszi, hogy a történelmi múlt olyan támaszt nyújt a jelenben, amely nélkülözhetetlen a boldogulásunkhoz. Úgy gondoljuk, hogy a hagyománytisztelet nem gyengévi, hanem erőssé tesz bennünket, és azt is hisszük, hogy a család olyan értéket jelképez, amelyet támogatnunk kell. Ezért is nagy öröm, hogy a mai napon egy igazán iránymutató együttműködés veszi kezdetét. Ennek eredményeként a magyar és a kínai családok között további kapcsolatok épülhetnek, amelyeknek legnagyobb haszonélvezői maguk a családok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mint ismeretes, Magyarország 2010-ben családbarát fordulatot hajtott végre. A döntés hátterében az az egyértelmű felismerés állt, hogy a jövő a gyermekekre és a családokra épül, hiszen ha nem születnek gyermekek, akkor a jövőben a nemzet sem fog létezni. Az azóta eltelt több mint egy évtized nagyon sok eredményt és tanulságot hozott. Ezek fényében bővítettük, csiszoltuk a rendszert, aminek köszönhetően ma már több mint 30 támogatási forma és intézkedés segíti azokat, akik gyermeket vállalnak, vagyis azokat, akik családot alapítanak. Azt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon senkinek se kelljen lemondani a gyermekvállalásról, anyagi okokból. A kormányzat ugyanis a családokon keresztül tekint a nemzet egységére. Ebben a munkában rendkívüli tapasztalattal és hatalmas segítséget nyújt a Magyar Védőnői Szolgálat, amely már több mint 100 esztendeje támogatja a családokat és a gyermekeket Magyarországon. Tisztelt jelenlévők! Az együttműködés, amely a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége és a Magyar Az együttműködés, amely a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége és a Magyarországi Kínai Nők Egyesülete között ma hivatalosan is létrejön, új szintre emeli, mondhatjuk bátran, elmélyíti a két nemzet barátságát. Rendkívül örömteli, hogy a családjaink között meglévő kapcsolatokat egy szakmai együttműködéssel is erősíteni tudjuk. Hiszen folyamatosan jelen vagyunk egymás életében, gyermekeink egy óvodába és egy iskolába járnak, ami azt is jól mutatja, hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. Köszönöm a Magyar Védőnök Szakmai Szövetségének és a Magyarországi Kínai Nők Egyesületének, hogy folyamatosan törekednek a fejlődésre. Azt kívánom, hogy a két szervezet tanuljon egymástól minél többet, hiszen ez szolgálja legjobban a családok, azaz mindkét nemzet érdekét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.安南女士老师，如果要看世界地图的话，其实能看到很多圈里挺中国的中国不同的指数。但是呢，要仔细看一下，我们有很多可以优势互补的地方。我们可以产生互相学习，产生相同的家庭的观念，同时建立更多的关系。然后呢，因为国家也就是说在强调未来要一定要注重在家庭与孩子身上。 我们要把希望呢给予这些孩子们，让他们呢为我们的国家、为我们的社会做出更多的努力。维特呢在历史上已经有100年的历史，他们为我们的社会、我们的国家以及所有的家庭做出了很多的贡献。
很开心有这么专业的合作，也是中修两个来自于两个国家的协会共同创造的。因为如大家所看到和我们体会一样，我们的孩子们，我们自己都生活在同一个社区内，我们的孩子在上同一个学校，由此能看来我们的关系是很融洽的。在这里希望两个协会可以互相学习，并且把这次的合作做成更取得更好的成绩。Most tisztelettel felkérném Dr. Póczi Dorottya főosztályvezető asszonyt köszöntő beszédjének megtartását. Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelenő munkatársait. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívásukat, és egyben tolmácsoljam mind dr. Pintér Sándor miniszter úr, mind Takács Péter államtitkár úr és Bittó Judit helyettes államtitkár asszony üdvözletét és jó kívánságait is. A statisztikai adatok szerint több mint 20 000 kínai állampolgár, köztük körülbelül 10 000 kínai nő él tartósan Magyarországon. A kínai közösség az egyik legnagyobb külföldi közösség, amely az ország társadalmát a maga tudásával, hagyományaival, kultúrájával, gondolkodásmódjával és aktív részvételével gyarapítja. A jövő kulcsa ugyanis nem a békés egymás mellett élés, ahogyan sokan gondolják, hanem egymás megismerése, egymás támogatása, az együttműködés és az együttélés megvalósítása. Az ország sokat profitál abból a mérhetetlen tudásból és tapasztalatból, amelyet Kína a több ezer éves történelme alatt felhalmozott, és kínai barátaink is előnyökhöz juthatnak, ha részt vehetnek a magyar társadalom működésében, részt kaphatnak annak támogatásaiból. Ennek a kölcsönösen előnyös együttműködésnek a szép példája a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének és a Magyarország Kínai Nők Egyesületének most bejelentett megállapodása, amely lehetővé teszi, hogy a Magyarországon élő kínai nők és családok is részesedhessenek védőnői ellátásban. Ugyanakkor azt is, hogy a tapasztalatuk és tudásuk a magyar védőnők számára is megismerhetővé váljon. A magyar védőnői ellátás hungarikum. Sehol a világon nincs még egy ilyen sokrétű, komplex, mégis személyes támogatási rendszer, amely a családok, azon belül is elsősorban a gyermekek és nők mellett állna. Egészen biztos vagyok benne, hogy az együttműködés jelentősen hozzá tud majd járulni a hazánkban élő kínai családok nagyobb biztonságához és kényelmesebb életéhez. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy egy új szemlélet, új gondolkodásmód, új kultúra megismerése mindenképpen inspiráló lehet a védőnői hálózat tagjai számára is, a megállapodás és az együttműködés tehát a védőnők számára is a fejlődés, az előrelépés, a gyarapodás útja. Mindezek alapján a társa nagyon előremutatónak és példaértékűnek tartja, és üdvözli a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége és a Magyarországi Kínai Nők Egyesülete között ma induló együttműködést, amelyet a legteljesebb mértékig támogat. Őszintén reméljük, hogy a ma bejelentett közös munka elősegíti majd a két közösség és a két nép közötti harmonikus együttélést, és jó példával szolgál majd a többi Magyarországon élő külföldi közösségnek is. Köszönöm, hogy meghallgattak.部门副议长的对两位协会的祝贺以及感谢，为两位协会为匈牙利和华人做出这么大的贡献。据我所知，匈牙利有大约两万多名家庭，其中有10000多名的中国女性。中国女性的优点，据我们所知，她们有很多的传统观念、家庭观，以及她们为了育儿和教育孩子做出了很大的付出和贡献。
如果没有有所体会一样，中国孩子在匈牙利得到相同的帮助、相同的待遇、相同的地位，中国家庭呢同样也享受微弱的服务以及帮助。如大家知道一样，世界上没有像 MVSS 或者是微顿顿的这种组织，所以这也是我们国家的特殊性。我相信双方合作之后呢，将为我们带来更多的价值，也为我们创造更多的机会。感谢。Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt Kőbány szívében, a Körösi Kulturális Központban. Körösi Csoma Sándor az a európai hírű tudós és utazó, aki a magyarság gyökereit kereste keleten, ott is halt meg, ott is nyugszik, és róla neveztük el ezt a kulturális központot. Köszönöm, 旅行家、探索家，他的主要的目的呢，之前是寻找匈牙利的根源，这也是为什么此场地是由他以他命名的。Így azt gondolom, hogy nagyon jó helyet tudunk biztosítani erre az aláírásra és erre az együttműködésre, hiszen évtizedek óta nagy számban dolgoznak és élnek itt Kőbányán kínaiak, akikkel nagyon jó kapcsolat alakult ki. 所以我认为我们今天选择的这个场地也是非常的应景、非常的合适的。然后，如大家所知一样，在过去的几十年里，市区拥住着很多的中国家庭，在这边，包括他们小孩在这边出生成长。És olyan szép jelkép az is, ahogy már az óvodákban megjelennek a kínai gyerekek, alkalmasítnék elő is, hiszen a játszótéren találkozunk vele, de ott már együtt nevelődnek a mi gyermekeinkkel, és szimbólum annak is, hogy a legféltettebb kincsünket ugyanazokra az intézményekre, azokra a védőnökre bízzuk, akik nekünk a legfontosabbak, és a jövőnket biztosítják. Én azt gondolom, hogy ez szimbóluma is annak is, hogy a gyökereink is részben keletről nyúlnak vissza, részben pedig a jövőnk is egyre inkább az, hogy a gyermekeinken keresztül elmélyüljenek azok a kapcsolatok, amik mindkét népnek a javára válnak, és így Magyarország javára is. Én ezért örülök ennek, és büszke vagyok arra, hogy a mi védőnőink, akik egyébként nekem 7 gyerekem van, tehát elég sok védőnőt ismertem meg, nem is egy helyen laktam Kőbányán, tehát több védőnőt is, és igazán mindegyik nagyon jó munkát végzett, és mindig is büszkék voltunk erre a dologra, hogy Magyarországnak egy ilyen egészen különleges védőernyője van a gyermekeink fölé. 各种学校、社区和游乐场见到中国孩子的身影，我认为，教育好孩子，为孩子提供最多的这个待遇和机会是最重要的。尤其是像现在
终身关系这么的牢固，然后也向着更好的未来发展。同时呢，我也想要，我很自豪，匈牙利有 Vader 这样的组织，我自己也有七个孩子，所以遇到了很多不同的 Vader， 也搬了很多次家的市区，区内，所以我遇到了很多很专业、很有亲和力，然后帮我很多很多忙的 Vader， 很感谢他们的存在。Azt kívánom, hogy az itt találjuk szerződésből minél több valósuljon meg az életben, és jó munkát kívánok ehhez. 我希望今天签订仪式之后呢，所有的这些条例能尽快的实现，然后祝大家工作愉快，然后恭喜你们。Köszönjük szépen a polgármester úr szavait, és most tisztelettel felkérjük Csőz Katalinó szervezető asszonyt a szép gyerek hatására. Köszönjük a kívánok, hogy jól csinálják. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, ez nagyon-nagyon öröm számomra, hiszen én is mielőtt osztályvezető lettem, 32 évig dolgoztam védőnökként, és nagyon sok kínai családtól dolgoztam, és nagyon-nagyon jó kapcsolatok alakulhattak ki. A védőnöknek minden család egyformán fontos, minden családot elhivatottan gondozunk. 1915. június 13-án, tehát immáron 108 éve alapították meg a védőnői szolgálatot, amely már akkor is hungarikum volt, mert a világon ilyen nincs több, de hivatalosan a 100. évfordulónkra 2015-ben váltunk hungarikummá. Mi volt az alapításkor, tehát 1915-ben a cél, hogy miért is hozták létre? Az anyai csecsemő és gyermekhalálozás csökkentésére, a nemzet népesedési helyzetének javítására, számbeli gyalapodására, a szülések számának növelésére, a tudatabb, a betegségek megelőzésére. Ezt lehet látni, hogy ez a mai napig is ugyanezek érvényesülnek, de mégis vannak a kornak, a mai kornak kihívásai, mégpedig, hogy a védőnők folyamatos gondozást végeznek, kapcsolatot tartanak életszakaszokon át, a családokkal, generációkon át, nőkkel, iskolásokkal. A védőnők több helyszínen keresik föl a családokat, elsősorban az otthonukban, találkoznak a tanácsadókban, iskolákban, kórházakban, közösségi tereken. Így látszik, hogy több ágazat határterületén dolgoznak, tehát elsősorban az egészségügyben, de a nevelés-oktatási intézményekben, szociális gyermekjóléti rendszerben, családügyben. Két évvel ezelőtt jött létre a védőnői mentorrendszer, amelynek célja, hogy a hivatás minőségét még jobban fejlesszük, a védőnök szakmai tevékenységét támogassuk, és legújabban most már ők szakmai irányítást is végeznek. Miben is segíthetünk ebben a gyorsan változó világban? A családok számára leghasznosabb ismereteket, szolgáltatásokat nyújtjuk, éppen azt, amire szükségük van, igényük van. Ebben a hivatásban folyamatosan fejlődni és fejleszteni kell magunkat módszerekben, kommunikációs formákban. Változik a társadalom, változik a gazdaság, az életkörülmények, a környezet, fejlődik a tudomány, javulnak az egészségfeltételei, egészségi állapot, az emberek kapcsolatai, szokásai, kultúrájuk is változik. De egyet elmondhatunk, hogy a védőnői ellátásra igénye van a családoknak. Kikkel is foglalkozunk leginkább a családgondozás keretében? A családtervezés előtt állókkal, a gyermeket váró emberekkel. Szülés után a kórházakban ellátjuk ugye az anyákat, a kisbabákat. Szülés után otthon a szoptatóanyákat segítjük. Az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek, illetve iskolás gyermekek ellátásában veszünk részt egészen a középiskola végéig. Tehát elmondhatjuk, hogy egészen a fogantatástól, a
középiskola végéig, tehát ilyen 20 éves korig gondozzák a védőnök a gyermekeket, tehát ez egy komplex ellátás, de nem csak, tehát nagyon fontos nekünk a nővédelem is, tehát hogy már tényleg a fogantatás előtt is tudjunk foglalkozni az emberekkel. Részt vesznek még ugye közösségi gondozásokban, kismama csoportokban, babamasszázs csoportokban, életmód csoportokban, egészségnevelésekben. Mi a legfontosabb kiemelt érték, ami fontos számunkra? A családok támogatása, az egészséges életkezdet, a testi-lelki egészségvédelme, és az eltérő kultúrákból és hagyományokból eredő életmód, egészségtudatosság kölcsönös megismerése. Milyen módszerekkel dolgozik a védőnő, segíti, támogatja jó döntéseket az egészség érdekében, naprakész tudással, hiteles információkat támogatja a családokat, nagyon fontos a bizalom kiépítése, megértéssel, odafigyeléssel, meghallgatással fordulunk a családokhoz, a körülmények mérlegelésével, magyarázatokkal. Szűrővizsgálatokat végzünk, oltásokról tájékoztatunk, kapcsolatot tartunk egyéb más segítő szervezetekkel, ismereteket, tudást adunk át. Ez a legfontosabb dolog, amiket röviden el szerettem volna mondani. A Magyarországon élő kínai közösség családjaival, ahogy már mondtam, nagyon jó kapcsolat alakult ki a védőnöknek több évtizede. Ugyanakkor az Országos Kórházi Főigazgatóság kiemelten fontosnak tartja a lakossággal való jó együttműködést, a kultúrák, az egészségismeretek közlését, a népegészségügyi és családi egészségi állapot javítását. Ehhez az együttműködéshez is támogatásunkat biztosítjuk, együttműködésünket ajánljuk föl. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.这个职位是1915年6月15日成立的，当时成立的初衷就是预防疾病，增加出生率，预防婴儿在出生前或出生后的死亡，预防疾病等。在这么多年来呢，我们跟多个组织一起块合作，不只是卫生局的工种，还有很多医生、教师，包括一些社区工作人员等等等等。在很多的地方，卫生的您都能看到卫生的身影，包括我们会去家访，在学校的社区等等，会进行治疗啊、咨询啊等等服务。在去年呢，我们新出了一个导师的项目，这是为了培育新上任的健康工作者而成立的项目。这样呢，我们可以就是适应和以及不断的更新，这个社会就是科技啊，或者是更新我们的知识以及。治疗方法等等。威登呢还负责产前包括在医院生产，产后在托儿所、学校一直负责每个孩子到初中毕业为止，以及还有一些像产后恢复的治疗啊，身心健康啊等等。Akkor most tisztelettel felkérném Juhing elnök asszony beszédének megtartására. Köszönöm szépen! 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 请允许我代表匈牙利华人华侨妇女联合会，感谢各位嘉宾在百忙之中抽空参加我们的新闻发布会，感谢匈牙利国家议会副议长老早伊亚努什先生给我们发来的贺信，感谢中华人民共和国驻匈牙利大使馆领侨处和有关领导对于我会的鼓励与关怀，感谢匈牙利妇女联盟提供的平台。让我们与 MVSS 协会相识并开展合作，感谢 MVSS 团队
对匈牙利华人华侨妇女儿童身心健康的关爱，感谢中匈友好协会主席凯拉拉女士，感谢布达佩斯中国文化中心主任金浩先生和在座的侨领们，欢迎你们到来，谢谢大家。Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlöm Önöket! Jújjén Gyuli vagyok! Kérem, engedjék meg, hogy a Magyarországi Kínai Nők Egyesülete nevében tisztelettel megköszönjem megjelenésüket és támogatásukat. Külön köszönetet szeretnék mondani mindazon vendégünknek, aki beszédet tart a mai napon, illetve dr. Laporcai János úrnak, az országgyűlés alelnökének a köszöntő levelére. Köszönjük a Kínai Népköztársaság Magyarországi Konzuli Hivatalának és az érintett társaságának az Egyesületünk iránti biztatást és törődést. Meg szeretnénk köszönni a Magyar Női Uniónak, hogy lehetőséget adott arra, hogy Várfalvi Mariannával, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökasszonyával találkozhassunk, és akivel az elmúlt hónapokban megkezdtettük egy együttműködésünket. Az összes védőnőnek szeretném a köszönetet átadni az itteni kínai családok nevében is. Külön köszönteném a Magyar Kínai Baráti Társaság elnökét, Zsombori Klárát és Qinhao urat, a Budapesti Kínai Kulturális Központ képviselőjét.我是1991年7月1日开始定居在匈牙利，在布达佩斯生活了近32年，与在座所有的华人朋友们一样，我们非常热爱我们的祖国，也非常热爱我们的第二故乡匈牙利。多年的旅行生活让我与许多匈牙利朋友建立了深厚的友谊，我们像亲人一样互相帮助，互相关爱，互相学习，共同交流。Mindenek előtt röviden szeretnék Önöknek bemutatkozni és bemutatni a csapatomat, a Magyarországi Kínai Nők Egyesületét. 1991. július 1-én családommal vonattal érkeztünk Magyarországra, amit később a második hazánknak neveztünk el. 32 éve élünk itt Budapesten, és biztosan állíthatom a többi résztvevő kínai vendéggel egyetértve, hogy büszkék és hálások vagyunk, amiért Magyarországot választottuk, és nagyon élvezzük az itteni életet. Az elmúlt évtizedekben összebarátkoztunk sok magyar családdal, kollégával és osztálytársal. Több éve egymásnak segítünk különböző helyzetekben, egyetértünk egymással, és tanítjuk egymásnak a szokásainkat, kultúránkat, mint egy igazi család. Our团队，匈牙利华人华侨妇女联合会，成立于1995年3月7日，是第一个在欧洲注册的华人华侨妇女组织。这28年来，我们妇联的会务活动一直很活跃。我们积极组织华人姐妹们开展中国民族传统文化宣传活动，做慈善，以及与匈牙利各界开展联谊活动，增进彼此的了解。我们始终关注着旅匈妇女的身心健康和动态。A Magyarországi Kínai Nők Egyesülete 1995. március 3-án alakult Európában, mint az első Kínai Nők Egyesülete. Az elmúlt 28 évben rendkívül aktívak voltunk több területen, a kiegészségére is. 去年在参加今年匈牙利首位女医生纪念活动之后，我们收到了MVSS会长 玛丽安娜以及她的同事 Ursi 的见面邀请。2022年10月3日，我们与玛丽安娜和 Ursi 进行了首次的正式见面。见面中，我们互相介绍彼此的协会以及日常工作。我们深深地了解到，唯独你一直在默默为我们匈牙利华人家庭服务，为我们华人家庭妇女婴儿的健康保驾护航。在今天隆重的场合，我想再一次地向MVSS 以及所有的魏总表达我们的衷心感谢，谢谢。a segítséget és a szolgáltatást, amit az összes védőnő tesz az itt élő kínai családokért. 2022年12月7日，双方主要负责人进行了视频会议，确定了双方合作协议的具体条款，并于2002年。
十二人正式签署了长期的合作协议。2022. december 7-én a két szervezet online összegyűlt és megállapítottuk az együttműködési megállapodás konkrét szabályait. Múlt decemberben aláírtuk a hivatalos hosszú távú együttműködési szerződést. 非常荣幸的能与具有世界独一无二的传统护理系统的 MVSS 合作，这是吕兄华人家庭的福音，更是妇联社会责任更大化的体现。我期待未来，我们将不分皮肤、不分皮肤、不分国界，为更多的女性、更多的孩子、更多的家庭提供更加全面的帮助。Megtisztelően érezzük magunkat, hogy az MVSS-szel együttműködhetünk, ezzel magasabb szintű támogatást nyújtva Magyarországon élő kínaiaknak. Ahogy tudjuk, nincs két ilyen szervezeti együttműködés, ahol a fő cél a kulturális és nyelvi akadályok elhárítása, és így az itt élő kínai családok még több segítséget tudnak kapni a védőnőtől. 匈牙利华人华侨妇女联会姐妹的共同努力下，妇女儿童的身心健康工作越做越好。在匈牙利妇女儿童健康专业工作者的指导和帮助下，华人华侨的生活的健康指数越来越高。大家不忘初心，砥砺前行，携手向未来。Szerencsére rövid időn belül számtalan ötlet felmerült, amiben mindannyian egyetértünk és drukkolunk a megvalósításért. Bízunk benne, hogy a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége és a Magyarországi Kínai Nők Egyesülete közti együttműködés gyümölcsöző lesz, és az itt élő kínai családoknak hasznos segítséget tudunk nyújtani. Köszönjük elnökasszony szavait, és most tisztelettel felkérném Bárfalvi Mariana elnökasszony beszédének megtartására. Polgármester úr, osztályvezető asszony, kedves vendégeink! A Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége nagy örömét fejezi ki abból az alkalomból, hogy ezt a közös sajtótájékoztatót így ünnepélyes keretek között meg tudjuk tartani, és ország világ elé tudjuk tárni azt a rendhagyó és történelmi eseményt, aminek ma tanulni lehetünk. A Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége 2019. augusztusában alakult, egy országos szervezet, de határon túl is vannak programjaink, nem csak magyarországi területeken. A védőnők oszlopos tagjai ennek a szövetségnek, azonban bárki lehet tagja, aki a magyar családokért, a Magyarországon élő családokért, vagy a Kárpát-medencei, vagy egyéb szórványban élő magyar családokért közösen velünk akar együttműködni, tehát a társszakmákat és a társ civil szervezeteket is szívesen fogadjuk a tagjaink közé. 3 év alatt a Covid világjárvány ellenére 30 szervezettel tudtunk együttműködési megállapodást kötni, és ezek mind élő kapcsolatok, amelyeknek egyik oszlopos tagja a Magyar Női Unió Egyesület, akinek köszönhetjük ezt a találkozást. Mi is a küldetésünk? Jelmondatunk, a jövőt fejlesztjük a mában, együtt vagyunk jók.
Ezt mindenkire értjük, a családokra különösen, hiszen csak velük és csak értük tudunk egy eredményeket elérni abban, hogy a magyar népesség, a Magyarországon élő emberek boldoguljanak, egészségi állapotuk jó legyen, mert akkor tudnak tanulni, akkor tudnak dolgozni, és akkor tudnak boldog családként élni. Az együttműködésünk a Hungarikumként jegyzett védőnői szolgálat értékeire, a lakossággal kialakított hatékony módszereire épülnek. A partneri együttműködésben más családokkal, szervezetekkel és döntéshozókkal is kapcsolatot tartunk, így próbáljuk meg a közös érdekeket, szükségleteket megvalósítani és érvényre juttatni. Engedjék meg, hogy a nemrégiben Magyarországra látogató Ferenc pápa szavait idézzem. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig egymásért kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg. Ebben a testvériségben működünk mi most együtt a két szervezet. Ferenc pápának eljuttattunk egy medált, és ebben a medálban három rózsát szimbolizálunk, amely a képen is látható. A fehér rózsa jelenti a feltétel nélküli szeretetet. A piros rózsa jelenti a szeretet túlcsordulását, az arany rózsa pedig a szeretet megélését. A szeretet megélése bearanyozza az életünket. Ezzel a szeretettel tudunk közösen egy nyelvet beszélni. Mindenki, aki ebben az országban él. Az együttműködés a Magyar-Kínai Nők Egyesületével, ahogy már elmondtuk, a szülők, a nők, a gyerekek, a családok az elsődleges célcsoportjaink, de természetesen a családokban benne vannak a férfiak is, úgyhogy az ő egészségükre legalább annyira fogunk vigyázni. Az egészség védelme, az egészségügyi, ezen belül a védőnői ellátással való minél eredményesebb kapcsolattartásra törekszünk, hiszen most is gondozzuk ezeket a családokat, de vajon értjük-e elég jól egymást? És ez az értés, ez kölcsönös mindkét oldalon. Szeretnénk a kapcsolatainkat még szorosabbra fűzni, és ezt a fajta közös egyetértést és közös értékrendet tovább finomítani, csiszolni. A két kultúra sajátosságából adódó egészségismeretek harmonizálása az, ami a leginkább ezt a kapcsolatot megalapozza. Az egészség közös kincsünk és erőforrásunk, mondja a Nemzeti Egészségügyi Stratégia, és ezeket a kölcsönös előnyöket, értékeket így foglaltuk össze kölcsönösen a két szervezet között. A kínai családok szeretik és elfogadják, és igénylik a védőnőket. A védőnők mindennapi közvetítők a kultúrák közötti párbeszédben, amihez a kínai családok, nők, civil szerveződése aktív szerepvállalása társul. A két szervezet kölcsönös esélyeket és lehetőségeket kínál egymásnak. A hátrányok kiegyenlítését, leküzdését vállalják a közös cél érdekében a megvalósítás során. Fontosabb közös terveink pedig a következők. A lakossági, kínaira fordított tájékoztató kisfilmek, kérdőívek az igények és szükségletek összegyűjtésére. Programok, rendezvények, nőnap, ami már meg is történt, sárkányhajó fesztivál, stb. Végtelen sok lehetőségünk lesz, úgy érzem. Önkéntes tolmács szolgálatot fogunk kialakítani a védőnői találkozásokhoz, mind a tanácsadókban, mind pedig az otthoni látogatásokkor. Ezzel is segítjük a kölcsönös értés lehetőségét. A tolmácsok védőnői felkészítését is vállaltuk, hiszen fontos, hogy azokat a szakkifejezéseket pontosan értsék a tolmácsaink, amit a védőnők használnak. Lakossági rendezvényeket, egészségnapokat, szülővizsgálatokat fogunk szorgalmazni, illetve kielégítjük ezeket az igényeket, amelyeket a kínai családok szerveznek. A kínai nagykövetség, a külgazdasági és külügyminisztérium, az okfő kapcsolatépítése és támogatása szintén közös célkitűzésünk. Külön öröm számunkra és megtiszteltetés, hogy az országgyűlés alelnöke Latorcai János köszöntő beszédével megtisztelt minket.
más magyarországi, kínai és magyar civil szervezettel való kapcsolódások és programok szintén fontos elemei az együttműködésünknek, ezért külön öröm számunkra, hogy mind a Magyar Női Unió, mind pedig a Magyar Védőnök Egyesülete képviseltette magát ezen a rendezvényen. A találkozók és a párbeszéd ideje kezdődött el. Közös nyelvünk, kölcsönös tisztelet, szeretet, megértés, elfogadás és segítség a barátság keretei között. Szeretném bemutatni önöknek az elnökségünk tagjait. Logónkat láthatják az asztalon, színvonalat, amelyet az Egyesületünk képviselni kíván. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, hogy ez a figyelem maradjon életben, maradjon aktív, és ezzel tápláljuk ezt a különös együttműködést, amelyet hamarosan állunk. Köszönöm a figyelmet!大家的关注已经是简短的介绍一下我们的协会是1989年8月7日成立，它是一个国家组织，但是呢，相同来说，中非国家呢也有不同的项目。我们的成员不仅包括妇联和健康工作者，还有一切相关的工作人员。我们的使命是携手同行，共创未来。我们呢与家庭、专业人员、民间组织以及各位决策者有着密切的关系。 我们与沙利华人华侨妇女联合会合作，最重要的目的就是结合两国不同的文化差异以及理念，创造出最适合女性华人的方法以及帮助他们的方法。我们共同的优势和价值观呢，就是希望中国家庭接受喜欢妇女儿童健康工作者，以及渴望得到他们的帮助。我们的主要的工作内容呢，有翻译、宣传。 以及出席公共出席各种活动，建立一个翻译志愿者的团队，以及为大家提供体检和各类的帮助。特别感谢中华人民共和国驻沙利领事处、国会副议长拉菲斯·皮亚姆先生、中修社团，以及我想介绍一下我们的主席团。我们的 logo 是一个金色的保护盾，意思就是保护大家的健康。 我们协会的共同语言是对彼此的尊重、喜爱、理解、接受、帮助和友谊。